Várhatóan Benjamin Netanyahu alakíthat kormányt Izraelben, miután az általa vezetett pártszövetség többséget szerzett a tegnapi parlamenti választáson. A Likud párt koalíciós partnereivel akár 65 helyet is szerezhet a 120 fős törvényhozásban. A jelenlegi kormányfő centrista pártja a második legerősebb formációként 24 mandátumra számíthat. Önfeledten ünnepeltek Benjamin Netanyahu hívei a Likud párt jeruzsálemi eredményváróján, miután befutottak az első exit poll eredmények. Ezek szerint ugyanis a volt miniszterelnök vezette párt szövetség többséget szerzett a parlamentben, így bő egy év után újra jobboldali vallásos koalíció alakíthat kormányt Izraelben. Még nem ismerjük a végső eredményeket, de ha a ma esti adatokkal megegyeznek, én fogom vezetni a nemzeti kormányt Izraelben. Együtt sikerülni fog, mondta Benjamin Netanyahu. A jelenlegi miniszterelnök, a centrista Yair Lapid azonban türelemre intette csüggett választóit. Ekkor még ugyanis nem dőlt el, hogy végül hány párt jut be a parlamentbe. Egy újabb párt küszöbugrása ugyanis kisebbségbe taszítatta volna a jobboldali szövetséget. A ma este eseményei két napig fognak elhúzódni, amíg az utolsó szavazatot meg nem számlálták, még nincs vége a játszmának, mondta a kormányfő. Szerdára azonban nyilvánvalóvá vált, a jelenlegi kormánykoalíció kisebbségbe kerül, mindössze 50 mandátumra számíthat a 120 fős törvényhozásban. A kormányfő pártja a legerősebb ellenzéki erőt képviselheti a parlamentben. Benjamin Netanyahu pártja, a Likud, szövetségeseivel együtt ezzel szemben várhatóan mintegy 65 mandátumot szerzett, amely kényelmes többséget jelenthet a kormányalakításhoz. A koalíció tagja lehet az ultraortodox zsidó két pártja, valamint az ultranacionalista vallásos cionista párt, amely megduplázta képviselői számát. Az eddigi 7 helyett akár 14 képviselőt is küldhet a Knessetbe, és a közbiztonsági tárcát nyerheti el a formálódó kormányban, ami elemzők szerint szertefoszlatja a palesztin-izraeli konfliktus belátható időn belüli békés rendezésének reményét. A palesztin pártok súlyos csapásként értékelték a választást, az utolsó pillanatban ugyanis felbomlott a hárompárti szövetség, s ezáltal megosztották a palesztinok szavazatait. A három pártból mindössze kettő küldhet összesen 5 képviselőt a parlamentbe. Palesztinként számomra ez semmit nem jelent. Netanyahu és Lapid kormánya egyaránt versenytűzött a palesztinok elleni bűnökből. Választási kampányuk egyaránt a palesztinok véréből táplálkozott, mondta egy hebroni palesztin. Az elmúlt hetekben ugyanis újra fellángolt az izraeli-palesztin konfliktus, a zsidó állam fegyveres erői kíméletlenül számoltak le egy szélsőséges palesztin szervezettel Cisjordániában. A fegyveres összecsapások mindennapossá váltak, volt, hogy egyetlen nap alatt 12 ember halt meg, és több tucatnyian sebesültek meg. Sok palesztin érezte ezért úgy, hogy a helyzetet a kormány kampány céljai érdekében szándékosan élezte ki. A nagy visszatérésre készülő Benjamin Netanyahu korábban 12 éven át volt Izrael miniszterelnöke, míg nem tavaly egy korrupciós eljárás miatt lemondani kényszerült. A pártelnök tagadja bűnösségét és figyelmeztetett, ha újra kormányra jut, módosítani fogja az ellene indított eljárást szabályozó törvényt.